És ebben a pillanatban elindult a 3200 méteres totalizatőr handicap. Juvenile-nak nem sikerült most sem a kijövetel, úgyhogy a versenyének annyi. Aki viszont ére galoppozik az Antarktika Csécsé és szerez magának pillanatok alatt egy olyan 4-5 hosszas előnyt a többiekkel szemben. Tehát Juvenile nem vett részt a versenyben. Aki vezet az Antarktika Csécsé, mögötte ott van külső spúron Mystic Lady, aztán Herasztiás színei látszanak bent a falon, Cupidót láthatjuk a mezőny végén, pedig egyelőre a vendégjátékos, azaz Majakovszki lecsökkent Antarktika Csécsé előnye már a kanyar közepére, utolérte őt a mezőny, viszont vezetni még tud, mögötte ott van Herasztiás, illetőleg Mystic Lady bent a falon, Cupido, és továbbra is az utolsó pozícióban Majakovszki. De hát egyáltalán nincs kiszakadva, főleg, hogyha azt tekintjük, hogy 3200 méteres versenyről beszélünk. A lovak először érnek a tribün egyenesre, igencsak megfontolt a vezető ló Irama, de ezen nincs is mit csodálkozni, mögötte egy kupacban az egész csapat, ebből még a bőséggel bármi lehet Antarktika Csécsé elől, mögötte Herasztiás, mögötte Mystic Lady, a falon Cupido, illetőleg Majakovszki, semmi változás. Tehát az eltelt méterek óta már egy olyan jó 1200 métert megtett a csapat, Antarktika Csécsé az élen galoppozik. Mondják, hogy inkább a taktikai jelleg domborodik ki, nem pedig egy jól átfutott versenyt nézhetünk végig. Antarktika Csécsé továbbra is elől, mögötte ott van Herasztiás, bent a falon Cupido javított egy árnyalatnyit a helyzetén, Mystic Lady egy picikét visszább ment, de hát ez nem jelent semmit, akkor amikor már csak egy olyan jó 1500 méterünk lehet hátra ebből a versenyből, Antarktika Csécsé, illetőleg Herasztiás, majd pedig Cupido. Kíváncsian várjuk, hogy mikor dobják bele a kavicsot az állóvízbe, amikor egy kicsit felpesdülhetnek esetleg az események. Egyelőre ez nem történt meg. Egy kört már megtett az idei totalizatőr handicap mezőnye. Öten tehát nagyon együtt vannak egyelőre, és az első Antarktika Csécsé még mindig az élen van, nem is diktál azért igazából rossz tempót. Mögötte, mellette most már inkább Herasztiás, zárkózgatnak a többiek a sor végéről. Most elindulni látszik Majakovszki, aki kvázi kisebb klasszis ebben a csapatban, tehát magas súllyal indult természetesen a futamban. Mystic Lady is egyelőre azért ott a negyedik hely környékén, várnak még vele a támadással. Herasztiás robbant, Majakovszki is robbant, próbál indulni Cupido, próbál elindulni Mystic Lady, úgyhogy egy csapásra Antarktika a Csécsé vissza fog csúszni a sor végére. Az utolsó 600 méteren majd most kiderülhet igazából, hogy ki bírja ezt az extra hosszú távot. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy Herasztiás nagyon-nagyon bírja. Herasztiás Nagy Tamással, a champion jelölten nagyon könnyen galoppozik a frontban, Majakovszki pedig kezd fáradni, de Cupido sem igazán friss, Mystic Lady talán próbálkozik, de miközben ők próbálkoznak, folyamatosan nő Herasztiás előnye. 3-4-5 hossz is most már legalább a forja Herasztiásnak, és ez lépésről lépésen nő a többiekkel szemben. El fogja szórni a mezőnyt Herasztiás a 3200 méteres távon Nagy Tamással, egy könnyed győzelmet arat majd, óriási csata a helyezésekért a falon Cupido, mellett a Majakovszki, kívül pedig a favorizált Mystic Lady, Herasztiás pedig sétálva, feltartva győz, Nagy Tamás tehát szerez egy győzelmet, 27 van neki ezzel, megérkezik a második helyre Cupido, harmadik Mystic Lady, negyedik Majakovszki.